Meg. Mi is live! Igen. Live. Na, sziasztok mindenkinek az oldalon, meg a YouTube-on, és szia, András! Hello, sziasztok! Szép szerda estét mindenkinek! Na, igen. Oké. Okay. Sikerül, és megosztás, és csoport. És részemről kész vagyok arra, hogy dumáljunk. Hogy belecsapjunk a lecsóba. Abszolút. Na hát, nagyon örülök ismételten, hogy itt vagy, mert vele mindig nagyon élmény beszélgetni, és már hiányoztál. Részemről örülöm. Szia, ja, szia, Eszter! És köszi szépen, hogy megint elfogadtad a meghívást. Ugye az Andival fogtok tartani egy bingjút, úgyhogy majd erről is szeretnélek mindenféleképpen kérdezni, és arról is, hogy ugye Andival beszélgettünk így a bingjúról, meg arról, hogy ő szerinte mit jelent a bingjú, meg a női oldalról, és nem akarlak korlátok közé rakni, de hogy majd így akár a férfi oldalról is közelítsük meg ezt, hogy mit jelent az, hogy being you, mert szerintem nagyon sok férfi van, tök klassz potenciál van, és tökre sokszor érzékenyebbnek is gondolom őket, mint a nőket, minden nőtől elnézést, és hogy látom most azt, hogy így emelkednek úgymond az erejükbe tényleg a férfiak is, és már nekik sincsen feltétlenül ez a nagyon nagy klisé, ami volt, hogy hogy kell viselkedni, mit szabad, mit nem, de azért jó, hogyha beszélgetünk erről, hogy aki hallja majd ezt a videót, az akár így magára, tehát magára ismerjen. És akkor tudod, mindig úgy szoktam kezdeni, hogy bár téged sokan ismernek már, aki meg nem, mindenképpen látogasson el a Tudatosság játszótere Andrással Csopiba, mert ott András minden nap live-ozik, és nagyon, már egy több mint egy éve, és nagyon jó kis témákról beszél. Úgyhogy hogy ezért egy picikét így mutasd be magadat, ha ezt kérhetem. Természetesen. Alapvetően, ami érdekel, az a tudatosság, amit erre használok, az legalább három izgalmas módszer, ezek közül egyik az Access Consciousness, aminek a központi gondolata ez a bizonyos being you, van még a Sedona módszer, illetve a Matrix energetika, illetve hát ugye a háttérben és alapként a buddhizmus, mint egy legalábbis az általam being me saját fajta buddhizmusom, ami egy bizonyos szempontból nagy képűségnek hangozhat, és lesz a roma az. De a lényeg az, hogy van egy-két ilyen támogató keretrendszer, de a végső soron az egésznek mindenképpen az a lényege, hogy hogyan lehetünk egyre tudatosabbak, és azt találtam, hogy a leggyorsabb és legegyszerűbb út afelé, hogy minél több megélésem, felismerésem legyen, és minél inkább önmagam legyek az, hogyha ezt facilitálom, ebben hozzájárulok másoknak. Mert hogy az a nagy helyzet, hogyha állandóan tanfolyamon akarsz ülni, akkor legjobb, ha tartod. Jogos, jogos. Igen, mondjuk ez igaz. Ja, körülbelül ez, és így nagyon-nagyon-nagyon izgalmas ez a téma, és azt szeretem így az Access-ben főleg, meg egyetem mindhárom felsorolt módszerben, és szerintem az eredeti buddhizmusban is, ez volt a lényeg, hogy gyakorlatilag nincsenek végső válaszok, meg dogmák, hanem kérdések és lehetőségek vannak. Szóval én nem úgy megyek bele ebbe a férfi-női dologba, hogy meg a being you-ba, hogy itt lenne bármiféle okos válaszom, hogy hogyan kéne
jobban férfinak vagy nőnek lenni, vagy ilyesmi, hanem mik azok a kérdések, amiket ideig nem tettünk föl, és azok a lehetőségek, amiket nem éltünk meg, mert túl sok volt ideig a válaszunk. Úgyhogy nekem semmiképpen, bár néha úgy tűnhet, mert simán kijöhet az, hogy kurva nagy megmondó ember vagyok, hogyha hallgatod a teóimat, meg mindenfélét, de hogy jobban odafigyelsz, akkor nem a megmondás a lényeg benne, hanem az invitálás a saját felismerésre. Ja, hát ez meg, valahogy muszáj kifejezned magad, érted? A megmondó embernek gondol valaki, akkor gondoljon megmondó embernek. Meg néha szerintem az embereknek szükségük is van rá, hogy megmondják nekik a magukét, és te néha radikálisan őszinte, és ez tökre jó, mert olyankor mindig úgy megébred az ember picit jobban magára, hogy basszus, tényleg, mondjuk hol hazudok magamnak, vagy hol nem nézek rá valamire, ami amúgy ott van a környékemen, úgyhogy szerintem tök jó amúgy, hogy ilyen nagyon kedves vagy, nagyon jó teret tartasz, de azért néha oda basszol, és oda mondod, és ez pont jókor van, jó helyen, úgyhogy benne vagy már ebben a fényjúban rendesen. Neked hogy jött amúgy ez a téma, vagy annyira, tehát kicsit valahogy szeretném ezt a being you-t itt szétszedni, mert hogy ugye aki accessezik és úgy hallgat minket, vagy benne van így az accessben, ő már valószínűleg hallotta ezt a kifejezést, de aki meg mondjuk úgy talál, az én oldalamon is van olyan, aki az edzésről ismer engem, lehet, hogy ott kéne kezdeni, hogy mi is ez a being you, meg hogy ez egy állapot, ami állandó, vagy pedig olyan, amit így mindig újra és újra felfedezzük magunkba, hogy wow, wow, wow. Oké. Na most mondanám, hogy körülbelül nagyjából sejtem, miről beszéltél, a fele ennek hozzám robotikus hangon érkezett meg, de szerintem kihámoztam annyit a kérdésedből, hogy tudjak rá válaszolni, anélkül, hogy ismételgetni kéne. Szóval ez a legyél önmagad, ez egy ilyen bizonyos szempontból ilyen divatos kifejezés is lehet, csak hát nem mindegy az, hogy igyál egy Pepsit és legyél önmagad, vagy valami hasonló, vagy aki önmaga, az nem tudom én milyen telefonnal telefonál, meg az összes ilyen mindenféle idiotizmus, amit hozzáfűznek ahhoz, hogy ettől önmaga valaki, na ezektől hogyan tudunk mentesülni. Az van, hogy az, hogy kik vagyunk valójában, az bizonyos szempontból tudja a fene, és nem attól leszünk tökéletesen önmagunként létezők, hogy van egy helyes definíció, struktúra, és valamit nagyon-nagyon jól csinálunk, hanem sokkal inkább az, hogy a pillanatban képes vagyok újra és újra és újra aktualizálni magamat, és megélni minden lehetőséget visszafogás és falak és korlátok és nézőpontok nélkül. Szóval tudok-e nem összehúzódni és jelen lenni a világ dolgaival és mindennel, és hogy akkor az hogy néz ki az adott pillanatban, az az adott pillanattól függ, és nem attól, hogy valami tökéletes. Szoktam földobni, hogyha már nemek kérdése, hogy csajok, ki az a pasi, aki úgy igazán szívből bejön? Az, aki totál menő győztes, és ő Mr. Tökély,
és ennek folyamányaként valószínűleg le se szarja a fejedet, és ezért nagyon vonzónak tűnik, mert megszerzem, és akkor enyém a világ. Vagy pedig az a vonzó, aki tök mindegy, hogy éppen nyere vagy veszít, de ott van és jelen van. Tehát, hogy képes kezelni a helyzetet, képes az energiáidat fogadni anélkül, hogy összehúzódna, és bármilyen módon eltűnne, vagy leállítaná magát. És a being you az valahol számomra egy kicsit ez, hogy jelenlét minden energiával, minden helyzettel, a választások totalitása, hogy mindig önmagadként jelen létből választasz, akármit is hoz a dolog. Szóval ez a being you, ez ahelyett, hogy felsorolná, hogy ilyen és ilyen és ilyen, mint ezt nem tudom, hogy meddig fogom még cikizni, de valószínűleg az örök idők végezetéig ez egyik alapvetően ismerőst, aki a tudatosságot egy ilyen listán felsorolja, hogy mit jelent, hogy a tudatos ember vegetáriánus, ilyen, meg olyan, meg amolyan, és ezt csinálja, meg azt csinálja. És tehát gyakorlatilag a tudatosság egy checklista, ami nem a tudatosságot, hanem egy tökéletesre önítélkezett spirituális idiótát takar, már elnézést. Ez a checklista nem azt, ami ugye mindketten a buddhista főiskolával találkoztunk. Te még folyamatban is vagy, hogyha jól tudom. Egyszer csak abba, hogy egyszer csak megfelelzem. Hogy gyakorlatilag Buddhának az egyik neve, a Tathagata, az azt jelenti, hogy olyan, amilyen. Nem az, hogy a felsőbbrendű tökéletesség, mert ilyen elnevezései is vannak, olyan legfelsőbb tökéletesen megvilágosodott, felébredett, bla bla bla, de a Tathagata az olyan, amilyen. És hogy az a furcsa az egészben, hogy egy szék, egy kilincs, egy kutya, egy ló, egy szálvirág, az kvázi tud úgy önmaga lenni, hogy nem akar közben más lenni. Az emberek meg folyamatosan azzal küzdenek, hogy hogyan legyenek mások. Azért, mert valahol, azért, mert nem ezért, de hogy ez történt, hogy igazán soha a lényünket nem ismertük el, soha nem láttunk a külsőségek mögé. De soha nem is kaptunk róla visszajelzést, hogy ez lehetne másként is. Tehát például, hogyha van egy munkaköri leírása ebből a világból a nőnek, meg a férfinak, meg hogy mit szabad, mit nem, hogyan kell, hogy működjél, mint nő vagy férfi, és ehhez képest azért kapunk néha elismeréseket, mert ott megfelelünk valaminek, és valahol mélyen a lényünk, az hol van elismerve ebben. Mondok egy példát. Tehát így akár képes rá, hogy megdugjon, akár nem, a pasiknak a zöme az eleve úgy fog ránézni, hogy meglőhető vagy-e, vagy sem, vagy mi a csuda van. És hogy és az a kérdés, hogy tehát ezzel nincs gond, bár rosszá vagyunk téve
dologban. Tehát, hogy én, mint férfi, hogyha szexelni szeretnék, azért vagyok rossz, hogyha nem szeretnék szexelni, akkor azért vagyok rossz, úgyhogy nem lehet belőle jól kijönni. Te, mint a fogadó... Ha nem akarsz szexelni, akkor én miért vagyok rossz, hogy nem akarsz szexelni? Igen. Az is egy dolog, igen, de így maga egyáltalán ez az egész dolog, és akkor a női oldalon ez hogy tud lecsapodni, és tehát, hogy a being you, hogy igazándiból, hogyha azt érzékeled, hogy a pasi annyit lehet belőled, hogy ez a, bocsánat, díszapina körül, és itt a lényeg, akkor kvázi le vagy redukálva ezzé. És ezt a legtöbben úgy próbálják megoldani valahogy, hogy nem, így lássa a lelkemet, lássa ezt, lássa amazt, meg menjen a fenébe, meg ilyesmi. És egyik oldalról igazad van, hogy igenis lásson belőle többet, a lényedet is ismerje el, és azzal is csatlakozom, amennyire képes le. Mondjuk ez kurva nagy kihívás, mert mi sem látjuk magunkat, és általában, hogyha várod is, hogy valaki meglásson, jöjjön a férfi, aki lát téged, a nagy avatar pillanat, látlak. Ez bizonyos szempontból rohadtul nehezen jön létre, mert legtöbbször, aki azt mondja, hogy látlak, az legfeljebb tényleg csak dugni akar. De tegyük föl, hogy tehát, hogy ott van az, hogy igényed van rá, hogy valami mélyebb szintű kapcsolódás legyen. És ilyenkor meg hajlamosak lennénk kizárni a szexualitás részét, hogy engem lásson, ne a lábam közét. Nem, hogyha téged lát, akkor látni fogja ezt is, meg azt is. És innentől lesz választása. Na most itt van az, hogy egy csomóan elkezdenek a külsőségek ellen tiltakozni, hogy ne csak szexobjektumként nézzen rám, vagy egy pasi azt mondja, hogy ne csak ATM automataként nézzen rám egy csaj, vagy ilyesmi. Igen, ez mind jogos igény, viszont ugyanakkor nem szabad kizárni ezt a részét sem. Mert igenis mi van, hogyha az, hogy van pénzem és sikeres vagyok, az is része az egésznek. Vagy az, hogy van egyfajta szexuális megjelenés, az is része az egésznek. Mi van, hogyha nem kell kizárni semmit, viszont túl tudunk lépni azon, hogy csak ezt látjuk. Tehát, hogy ha nem csak a női vagy a férfi szerepet, hanem az egész lényt látjuk, és ezen belül a női vagy férfi szerep, az egy hozzájárulás. Tehát az van, hogy ha ebből a világból tekintünk a dolgokra, elnézést, mozgatom ezt, csak az ölembe van, azt kicsit fölborul állandó. Szóval, hogyha nemi szerepeink, azok nem korlátoznak és meghatároznak, és nem azon belül vagyunk, hanem egy végtelen lényként, egy végtelen térből több tudok lenni, mint a nemi szerepem, pont úgy, ahogy egy nő több, mint egy szexuális objektum, még akkor is, hogyha szexet élveznénk éppen vele. Tehát, hogyha ha több tudok lenni, akkor már nem egy korlátként, kényszerzubbonyként feszül rám a nemi szerep, hanem a gazdagításnak és a lehetőségeknek az egyik megjelenési formája. Egy kicsit olyan, mint hogy van jó néhány ismerősöm, aki a
magyarság és magyar kultúra és magyar nyelv és a magyar felsőbbrendű, az összes kicseszett nép felsőbbrendűnek gondolja magát, ugyanúgy, ahogy megvannak a nőként felsőbbrendű vagy férfiként felsőbbrendű vagy gondolatok, vagy az, hogy lehet, hogy attól vagyok felsőbbrendű az adott nem szerint, vagy etnikai hovatartozás szerint, hogy mert felsőbbrendű vagyok a rosszaságomba, tök mindegy, hogy miben, de hogy ezek folyamatosan jelen vannak. És lehet, hogy nem gondolkodsz róla, de ez egész így titokban kvázi a tudat alatt ott működik. És hogyha én nem, tehát hogy én imádom, hogy magyar nyelven beszélek, imádom, hogy magyarnak születtem, viszont nem gondolom, hogy ez egy felsőbbrendűség, hanem azt gondolom, hogy ez egy olyan ajándék, amivel ami gazdagítja az életemet, és pontosan látom, hogy aki angol, német, orosz, akármilyen nyelven beszél, annak meg az az ajándék, és az a különlegessége. És nem kell ezt a dolgot megversenyeztetni. Na most legtöbben, akik ilyen férfi-női dolgokban utaznak, azok ezt próbálják jól csinálni ezt, ami már eleve a korlátozó nézőpontokból való működéshez vezet. És kicsit úgy kezelik, mint hogy hol korlát, hol különb, hol nem különb. Mi van, hogyha elkezdjük meglátni az ajándéket? Mi az ajándéka a női testben való létnek, és mi az ajándéka a férfi testben való létnek? És amikor meg tud jelenni a hála, először is az önmagunk alkata és jelenlegi megjelenési formája felé. Aztán utána ki tudunk nyúlni afelé, hogy rá tudunk nézni a másik nemre, és ott is megjelenik a hála. És nem az ítélet, nem a háború, hanem a hála, ahol meglátjuk ennek a gazdagságát. És nem a felsőbbrendűségét, hanem a gazdagságet, hogy másképpen vagyunk ezeken a testeken és hozzátartozó szerepeken keresztül hozzájárulás. És persze ezeket a szerepeket föl lehet oldani, és nem azon a módon, hogy akkor most bejelentem, hogy én ezentúl cis-hetero férfiből valami, nem tudom, ők kilincsgombá változok, mint identitás, és ezzel haladom meg az egészet, hanem egyszerűen simán túl lehet ezeken a struktúrákon túl lehet választani, de nem azért kell már túl választanom rajta, mert az jobb lenne, hanem érzékelem, látom, megélem annak a gazdagságát, hogy mitől jó, hogy férfi testben vagyok, mitől jó, hogy női testben vagy, és mi más lehetséges ezen kívül. És ez az önmagadként létezés, az egyszerre van túl ezeken a szerepeken és leírásokon, és egyszerre lubickol ebbe a szerepbe. És érdemes megnézni, hogy hol tettük rosszá, vagy hol fogtuk föl úgy, hogy korlátoz bennünket ez a test, vagy ez a megjelenési forma. Tehát például, amikor nőkkel beszélgettem, akiknek menstruációs gondjuk volt, nagyon sokszor így föltettem nekik azt a kérdést, hogy,
hogy mi az ítéletük a női testről és a női testben való létről, és nagyon sokszor az volt a válasz, hogy egy gyenge szar. És miről beszélünk? És nem akarok oda menni, hogy mert ti tudtok szülni, pedig éppen lehet oda menni, és hogy ez mekkora dolog, és bla 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 bla. Értelmetlen ez a gyenge szar ítélet, és mégis valahol ott volt, és egy küzdelemben volt saját magával. Na most ez ugyanez férfiaknál is előjön, és van egy csomó olyan dolog, amire így rákényszerítjük magunkat. Például nemrégiben szembesültem azzal, hogy mekkora kavarodás van ez ügyben a világban. Tehát, hogyha hadd kérdezzek valamit, szerinted, hogyha arról van szó, hogy harc, akkor az melyik nemhez tartozik? Hát szerintem a nők többet harcolnak egymással. Aha. Van az a mondás is, hogyha egy nő ismer el téged, hogy jó a segged, az sokkal többet ér, mint ha egy férfi mondaná, mert ugye azt mondják, hogy a nők egymással vetélykednek, vagy vetélytársnak tekintik egymást minden szinten, férfiakkal aha. kapcsolatban is, de hogy úgy minden szinten, igen. Úgyhogy talán én a nőkhöz kötném jobban. Pedig a férfiaknak okay. a harcba régebben, ugye a háborúba. Oké, itt megint a fele robotikus volt nekem, elnézést. Robotikus, igen. Rossz a net, vagy mi? Vagy? Nem tudom, lehetséges, hogy van valami ilyesmi, de ilyen fémes volt. Nem tudom, remélem a Facebookra a teljes szöveget kikerült, és nem ez a... Én jól hallok téged, meg magamat is, ugye remélem azért írjatok, aki hallgat minket, hogy mindent jól hallotok-e, vagy ti nektek is így le kell fordítani, hogy mi történik, mert hogy... Ja, most teljesen rendben van. Annyit hallottam, hogy azt mondod, hogy a nőkre szavaztam mégis, hogyha körbenéznénk, akkor az volna, hogy az archetipusok formájában, meg ilyesmi, amikor megpróbálják besorolni, a pasi a harcos. Mi van, hogyha ez valójában nem igaz, csak egy ránk kényszerített, kibaszott szerep, aminek megpróbálunk eleget tenni, mint férfiak, de valahol ez egy csomó feszültségnek és problémának a forrása. Mert egyébként, hogyha nézzük így, ugye ez most egy kicsit a keleti világfelfogáshoz térek vissza, akkor a férfi oldal az a csend, az elnyugvás, a null pont, a halál, és akkor itt nem félreérteni ezt a halál dolgot, hanem tehát, hogy a halál nyugalom kéne, hogy legyen, és ehhez képest minden, ami mozdul, és táncol, és kavar, és bla bla bla, az meg a női. Tehát így nekem van egy ilyen arpesi fehér szűzgleccser, vagy nem tudom milyen hátterem, és ehhez képest neked meg van egy olyan, és mégis van egy csomó olyan elvárásunk, és a legtöbb pasi is azt hiszi, hogy nekem az lenne a szerepem, hogy én itt most kurva nagy harcos vagyok, és egyébek. És annak idején, amikor először kezdtem szembesülni, akkor volt egy ilyen kérdése a kineziológia egy módszer egyik atyának, Daniel Whiteside-nak, hogy észrevettük-e, hogy a béke az a nők kezében van, mert valahol a nők, ez így hülye hangzik, de nők küldik a férfiakat a háborúba. És ez ilyen, what the fuck, mi van, mi? Én ezt nem is értem, mert
Persze látok egy csomó agresszív pasit, meg mindenféle ilyesmi, de mi van, hogyha ez egy kibaszott máz az egészen? És hogy egy csomó dolog pont fordítva van, mint gondolnánk. És most nem azért mondom ezeket a dolgokat, hogy én itt most megmondom a nagy tutit, és ez így is van valójában, hanem hogyha igazán leengedjük a falainkat, és hajlandóak vagyunk ránézni arra, hogy mi az igazság, vagyis mi a könnyű, akkor meglepő dolgok tudnak előjönni. És ez teljesen meg tudná változtatni a világ dolgait. Tehát nem azt mondom, igen, van egy csomó agresszív, meg háborúzó, meg teljesen vilis férfi, de ez gyakorlatilag annak is köszönhető, hogy benne van a program, hogy ezt kell csinálni, és ettől vagy férfias. És hogy, tehát arról nem is szólva, hogy van egy óriási különbség, ugye az Access azt mondja, hogy vannak emberek és humanoidok, és ezek másképp működnek. A humanoid az, aki csak eljátsza maximum az emberkénti működést, hanem ő az, aki egy kicsit több és mindig többre vágyik, és egy nagyobb térből igyekszik mindig működni. És ott egy egész csomó dolog pont fordítva van, mint ahogy jönne elvárásként. És hogyha ránézel egy humanoid férfire nőként, akkor nagyon könnyedén eshetsz abba a csapdába, hogy nem látod elég tökösnek. Mert nem az lesz, hogy jön egy kurva nagy bunkóval a kezébe, és így... és úgy tűnik, mintha egy kicsit töketlen lenne. És bizonyos szempontból az is, pláne egy ilyen Me Too utáni időszakban, tehát nézem Amerikából a párkapcsolati válságról szóló videókat, elképesztő olyan szinten össze van zavarodva minden, hogy semmi kapcsolatok nincsenek, és mostanában felfedezem, ahogy időnként beszélgetek fiatalabbakkal, hogy Magyarországon is eléggé zűrös már a helyzet, így sokszor a fiatalok körében, és hogy az egész így teljesen föl van bolygulva, és így a csajok keresik sokszor ezt a erős, potens, keressen ennyit, legyen ekkora a farka, legyen ilyen magas, bla bla bla. És a legtöbb pasi ehhez képest egy ilyen kis szolid kis senkinek tűnik. És egyik oldalról ez azért is van, mert ott kint legalábbis eléggé rossz lett téve az a maszkulin valami, ami elvárásként jön. És a mi humanoidok meg ott vagyunk megzavarodva, hogy amit elvárnak tőlünk, maszkulinitást, arról tudjuk, hogy egy bullshit, hogy nem attól leszek maszkulin, hogy át tudok köpni a 10 emeletes fölött, és én vagyok a neandervölgyi. És a másik oldalról, tehát tudom, hogy nem ennek kéne lennem, de a másik oldalról valahol ezt várják tőlem, és közben elvárják tőlem, hogy ne legyek ilyen. És akkor ott vagyok megzavarodva, hogy akkor most mit is kéne nekem produkálni, vagy mit nem, és hogy gyakorlatilag tehát Amerikában a pasik nagy része eljutott odáig, hogy nem tudod mit, inkább kiverem, és nem akarok nővel találkozni, és hagyjanak békén. Akkor tuti nem ér csalódás, de tényleg, hát ja. És gyakorlatilag ez egy szintiszta őrület, és hogy, tehát, hogy tehát érdemes lenne felfedezni azt,
és humanoid férfiként van erőt, csak nem úgy néz ki. És nem a spiripudink pasi a humanoid erő. Még véletlen sem. Tehát az meg a másik. Tehát, hogy mi van, hogyha nem az ősemberhez képesti ilyen, hát nem is tudom, majd lesz valahogy, bla bla bla, mit akarsz, drágám? És a csaj meg megőrül tőle, hogy az meg csinálj valamit, szedd össze magad, hanem van valami, ami ezen túl van, ami nem arról szól, hogy itt egy ilyen vasmacsóként kell megjelenni, és nem is arról szól, hogy egy ilyen puding vagyok, hanem egy másféle erő kell, hogy megjelenjen. Csak az van, hogy a bizonyos szempontból a férfiaknál, mint hogyha az lenne az egyik fő feladat, hogy a férfiak legyenek a status quo-nak a védelmezői és a rendszerek fönntartói, és ilyen szempontból sokkal kevesebb például az excessbe a férfi, mivel itt a változás van. És nem az van, hogy változásra képtelenek a férfiak, hanem arról, hogy az a sztori, amit beadtak a férfiaknak, hogy őnekik valahol az értéket és a fennálló rendet kell őrizniük. És ezért tűnik úgy, hogy nehezen változnak vagy mozdulnak. Csak éppen ugye az Excessnek a nagy tanfolyamát, alaptanfolyamát úgy hívják, hogy alapozó, és ez egy nagyon furcsa dolog, mert ott szétverjük az alapokat. Igazándiból azokat az alapokat, amire ideig építetted az életed, és helyette egy platformra áttelepülsz, ami egy mozgó valami, ami nem az, hogy kurvára be van betonozva, és nem mozdul, hanem egy kicsit olyan, mint a földrengés biztos felhőkarcolók, amit egy magyar építész talált ki, hogy az alapban van millió kis csapágygolyó, vagy valami golyó, és azon el tud mozogni a ház, amikor jön a földrengés. És hogy tudunk változni. És a férfi stabilitásra, amit általában egy nő keres, hogy legyen egy stabil férfi, az nem az, hogy ott áll földbe gyökerezve, azt fődönteni se tudod, mert annyira belegyökerezett a földbe, és egy ilyen begyöpösödött ősbölényként meg sem mozdul, hanem dinamizmusban van a stabilitása. Az, hogy mozog, mozdul, változik, de inkább olyan, mint a tér a stabilitása. Ezt a minőséget megtalálni, ez egy nagyszerű dolog. És abszolút értem, mert tehát, hogyha ezt fizikailag le akarjuk képezni, akkor én vagyok az, aki a sikító freszt kap az összes csúszó, gördülő és mindenféle egyéb marhaságtól, tehát én így a síeléstől vagy a görkorcsolyától lesokkolok, és így megpróbálnék egy helyben maradni, ez így lehet, hogy nem mozdul a talajában. Ja. Szóval, oké, itt most eléggé mély dolgokba mentem bele. Engem sokkal inkább az érdekel, hogy ez praktikusan hogy néz ki. Tehát, hogyha jön valaki erre a Being Jó hétvégére, akkor
akkor sokkal izgalmasabb az, hogy fölteszitek a kérdéseiteket, és együtt kibogozzuk, hogy mi azzal kapcsolatban a könnyű. És nem egy fix választ fogsz kapni, nem az, hogy és akkor nőként lépjél be a ribanc, vagy az anya, vagy a banya archetípusodba, vagy férfiként legyél harcos király, varázsló tököm, tudja milyen hülyeség. Nem hülyeség, bocsánat, mert ezek valid nézőpontok, csak egészen odáig, amíg meg akarod valósítani ezeket, ahelyett, hogy önmagad lennél, és az, hogy önmagad vagy, azon belül egyszer csak kibukkannak esetleg ezek. De még mi minden más tud kibukkanni? És hogyha csak annyit érünk el, hogy megjelenik egyfajta megengedés önmagunk felé és a másik felé, a másik nem felé. Az, hogy már nem utálod vagy irigyled a másik oldalt, hanem meglátod azt, hogy milyen ajándék tud lenni. És meglátod magadval is, hogy milyen ajándék tudsz lenni. És ez egy... Tehát ez néha nagyon meglepő dolgokat tud hozni. Tehát, hogy mondtam, hogy rengeteg csaj ki van akadva azon, hogy ha csak szexuális objektumot látnak benne. Mi lenne, ha nem kiakadnál rajta, hanem azt mondanád, hogy ha valaki annyira hülye, hogy ennyit lehet belőled, akkor az gyakorlatilag a idézőjelben a farkánál fogva ugráltathatod. Nem is kell neki adnod semmit, de akkor ezen keresztül irányítani tudod. Csak a legtöbb csaj inkább azt választja, hogy jaj, én áldozat vagyok, ahelyett, hogy meglátná, hogy nem. Te is bőven lehetsz tettes, és bármilyen pasit ugráltathatsz, hogyha az annyira hülye. Engem is szoktak ugráltatni, csak annyi van, hogy egy idő óta, már jó régóta, ezeket én azért látom, hogy mi van, és eldöntöm, hogy belemegyek-e a játékba, vagy sem. De egyre inkább, tehát, hogy van választásom afelől, és nem egy ilyen, hogy nő, nő, és akkor neki van igaza, vagy föladok érte mindent, hanem eljátszhatom, hogyha akarom, meg hogyha nem, akkor meg nem. Ja, hogyha elkezdem. András, lehetne, hogy? Nem, vagy nem. Aha, igen, csak tehát ahhoz, hogy tehát van-e választásod? Van-e választásod akkor, amikor jön egy ilyen ajánlat, egy energia, és egy csomószor láttam, tehát így emlékszem, hogy volt egy nagy párkapcsolati és szexkurzus Los Angeles. Ezzel a kobra nővel, vagy hogy hívták, Nem, milyen? nem, nem, ez ge nem, nem Sasha Kobrával, őt egyébként nagyon-nagyon szívből ajánlom, mert egy csoda a csaj. Ugye tantra. Nem, ez Gary és Dane kurzusa volt, amit volt szerencsénk helyszínen tolmácsolni, és volt egy pont, amikor meséltem pont a Sasha Kobrával megélt sztorimról ott Garyéknek, és hogy akkor ott nagyon egyértelműen tisztán láttam azt, hogy hol adom föl magam a nőkért, és azt mondtam, hogy hiába látom, még mindig egy ilyen azonnali rámozdulás az önfeladás. És az a helyzet, hogy ezzel, tehát hogy nem biztos, hogy mindig az a legjobb, hogyha, vagy nem.
Tehát, hogy nem teszem olyan nyomás alá magam, hogy jó, akkor muszáj nem feladnom magam. És akkor ellenállsz. Ellenállok, és akkor ugyanott vagyok a dologban, hanem ha semmi más nem tudok, csak annyit, hogy elismerni, hogy éppen egy bódult fasz vagyok, akkor legalább azt elismerem, és akkor innentől kezdve van valami választásom talán. De bizonyos szempontból még annak az elismerése is, hogy úgy működik, mintha nem lenne választásom, már elvisz odaig, hogy legyen választás. A legtöbbekben így csinálják a kapcsolatokat. Tehát a legtöbbször az van, hogy nincs választásom, mert kell egy kapcsolat. Miért? Igen, meg én például sokszor megkaptam, remélem, hogy te jól hallasz, mert a többi emberek jól hallanak, valahogy én nagyon sokszor megkaptam, hogy fú, én túl erős nő vagyok, én majd nem fogok kelleni egy faszinak sem, mert túl határozott vagyok, túlságosan tudom, hogy mit akarok, túlságosan erős vagyok, ezt sose értettem, hogy gondoltak mi, hogy túl gyúrós vagyok, vagy nem tudtam, hogy mire gondolnak amúgy, de hogy ugye, hogy túl hangos vagyok, túl harsány vagyok, és én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ez úristen, ez rossz, ez bűnös, ez ördögtől való, és akkor le kell alkítanom magam, meg visszafognom magam, meg ilyesmi, de hogy igazából ezek csak az ő nézőpontjaik, hogy én majd nem kellek senkinek, mert hogy ilyen meg olyan vagyok, de hogy ez nem igaz. Hogy egy csomó embernek meg olyan ember kell, amilyen én vagyok, és hogy nagyon sokáig én is meg úgy voltam, hogy úristen, fel kell adnom magam, ha én pasit akarok, akkor nekem meg kell változni, meg férfi csábításra járni, meg olyan, mit tudom én, parfümöt magamra fújni, meg a mindent is felkövetni, hogy valakit horogra akasszak, mert hogy úristen. És nagyon sokszor amúgy azt látom, hogy olyan kapcsolatok vannak, hogy hát tök jó, hogy horogra akad neki valaki, de nekem aztán nem kéne, mert az a játszma, amit ők ott csinálnak abban a kapcsolatnak nevezett dologban, hát ez meg nekem bottal se piszkálnám, úgyhogy így nagyon érdekes. Ez nagyon, okay. Nagyon... Amit mondasz, itt azzal kell rohadtul tisztában lenned, hogy oké, zsák a foltját, de akkor hajlandónak kell lenned azzal a pasival találkozni, aki a te zsákodnak foltja, akinek az működik. Tehát ott szokott a megcsúszás lenni, hogyha előadsz mit egy bizonyos intenzív energiát, amilyen te vagy, akkor ott hajlandónak kell lenni egy olyan pasit befogadni, akinek ez passzol. És nem biztos, hogy a két dudás egy cserdában, viszont akkor meg ne panaszkodja mondjuk arra, hogyha esetleg pont egy sokkal passzívabb, visszahúzódó pasi jelenik meg, akkor hajlandónak kell lenned teljesen neked lenni az intenzívebbnek. Tehát én nekem például volt egy ilyen megélésem, amikor az egyik ilyen tantra kurzuson voltunk Balin Majával, akkor volt egy olyan esti buli, ahol fiúk beöltöztünk női ruhába. Magas sarkú sem, ez az 45-ös körömkipőt azért megnézném, hogy néz ki. Tehát, hogy volt egy ilyen beöltözni a másik fiúk női ruhába, és volt az a pont, amikor
amikor így álljunk szembe valakivel, és aki a dominánsabb, az kezdjen irányítani a táncba, és egyebek, és bennem volt, hogy mint férfi nekem kéne a dominánsabbnak lenni. És nem egyértelmű volt az, hogy hogy a velem szembe álló csajabb az adott pillanatban dominánsabb. És pláne amikor egy ilyen lehúnyt szemmel megtáncoltattak és irányítottak, volt egy felszabadulása a mennyem az egész dologba. És ez az, amire a világ, meg egy csomó hülye azt mondani, hogy na mi van, bebuzultál női ruhába, és téged irányítanak. Nem. Semmi ilyesmi nem történt. És sokszor van ilyen élményem, és rengeteg humanoid pasinak van egy ilyen élménye, hogy mi van, hogyha a nő az elején egy kicsit határozottabb és irányítóbb, és átveszi a kezdeményezést, és ez teret ad a humanoid pasiknak, hogy ne görcsöljenek ezen a nehogy véletlenül egy kőbunkó legyek, és mitó, és egyebek, kicsit sarkítva a dolgot. Tehát ez felszabadít egy picit, és föl tud tölteni energiával, és utána viszont meg tudjuk fordítani, és kvázi ezerszeresen vissza tudunk dominálni. De hogyha onnan indulsz el, hogy az első pillanattól dominánsnak kell lennünk, akkor lehet, hogy fog egy pár csalódás érni. És nem azért feltétlenül, mert úgy kialakok vagyunk, hanem ennek van egy másfajta dinamikája, és ez természetesen kérdésből lehet a legjobban felismerni, hogy és ébernek lenni rá, hogy itt most ebben a pillanatban mi a lehetőség. Viccből szoktam mondani, hogy lehet, hogy még mindig szűz lennék, hogyha annak idején a Csajszi, akit éppen kiakadt, volt egy párkapcsolati kiakadása, és becsöngetett hozzám, hogy Andris, aludhatok itt, mert ki vagyok, és persze itt aludhatsz, és kicsit vigasztaltam, és egy ponton egy rám nézett, hogy figyelj, ez az a helyzet, amivel vissza lehet ám élni. Érted? Ja. És alaposan a helyzettel, de és erre mondhatnánk azt, hogy de hát milyen tutyi-mutyi vagy. Lehet. De a másik oldalról meg mi van, ha ezt nem tesszük rosszá? Mi van, hogyha nem ítéletből működünk, hanem fölismerjük, hogy az adott pillanatban mire van szükség. És igen. Szóval, hogyha tehát nem arról van szó, hogy, tehát hogyha te belőle természetességgel jön ez az energia és az intenzitás, hogyha emögött nincs semmi, és ez neked kell tudni és látni, hogy nincs semmi bizonyítás, nincs semmi elkerülés, védekezés, hanem ez van, akkor igen, te lehetsz. Van egy tökéletes példám erre. Lehet, hogy sokan ismerik, aki nem ismeri, az ismerje meg. Mi Evelyn West van, és Sir Brannister, mindegy, a Szőke ciklon című rejtőkönyv. Olvassátok el, ha meg nem tettétek meg. A visszafogott hűvös előkelő úriember, aki egy tutyimutyi alaknak tűnik, és Miss Weston, akit állandóan meg kell menteni, aki mindig összezavar mindent, és gyakorlatilag a szőke ciklon feldúlja egy lord életét, aztán valahogy egymásra találnak a kaland végén, és minden a helyén van. Tehát lehetsz te
A most éppen barna, szőke, vegyes hajú ciklon, és megtalálhatod azt a pasit. Csak akkor figyelj arra, hogy ne abból indulj ki, hogy teperlemerén egy ilyen kicsi nyíló rózsabimbó virágszál vagyok, tehát ne várd azt, hogy jönni fog valaki egy nagy energiával, mert baszki, hogyha neked ekkora energiád van, akkor mit kell szembeállítani vele, atombombát? Nem, én imádom, ha a másik ember ilyen relaxált. Ő nem az, akinek megáll, és a tej kifolyik a szájából, és így áll a szoba közepén, hogy a relaxált, mert az engem le tud egy kicsit nyugisabbá tenni. Amúgy én is tutyi-mutyi alak vagyok dolgokban, csak az emberek azt gondolják, hogy mindig ilyen vagyok, és azt sem nézték ki belőlem, hogy elvonulok veled, vagy akárkivel 10 napra is csendet tudok lenni, pedig annyira szeretem a csendet, hogy úristen. Szóval, hogy igen. Igazából akartam mesélni azzal, hogy amíg én is azon küzdöttem, hogy bebizonyítsam másoknak, hogy nem vagyok erős, és le kell tagadnom azt, amilyen vagyok, meg hogy olyan emberekért küzdjék, akik szerintem nekem jó társak, mert ilyen, így néz ki, meg úgy néz ki, meg viking, meg a nem tudom én micsoda, addig ugye egy tökre ilyen fals körökben ugráltam, meg köröket futottam, és lehet, hogy még most is fals köröket futok, de hogy már ezeket a részeket legalább így átlátom, és kicsit jobban el tudom fogadni azt, hogy igen, én egy más vagy nagyobb energetikájú ember vagyok, de ez nem rossz. Lehet, hogy valakinek ez nem oké, vagy valakinek ez nem tetszik, vagy nem jön be, vagy másmilyennek ítél, stb. De az is oké. És hogy ez nem... Tehát hadd mondjam, hogy hol lehet ezt megragadni tök egyszerűen. Ahelyett, hogy azzal foglalkoznál, hogy te mivé kell, hogy transformáld magad, hogy legyen párod, ahelyett kérdezd meg, hogy kivel érezhetnéd jól magad, és legyél kérdésbe. És ne azt próbáld kitalálni, hogy te milyen legyél, meg a párod milyen legyen, hanem definíciókon túl kérdésbe lenni. Amikor nekem ott volt a döntésem, hogy Dagi gyereknek soha nem lesz csaja, és rájöttem, mit tudom én, 18-20 évesen, 20, valami olyasmi körül, hogy volt a környékemen legalább 3 gyönyörű csaj, akitől így kocsányon lógott a szemem, és kiderült, hogy kifejezetten az ilyen husipasikat szeretik, mint amilyen én vagyok, akkor így mondom, mi van? Ilyen létezik? És létezik. Szóval ez a le akarok fogyni, hogy csajozhassak, nem. Csajozni akarok, nem lefogyni. Tehát te se hangtompítót akarsz felszerelni a szádra, hanem pasit akarsz. Akkor jó helyen kérdez, és jó helyen működj, ne valami feltételezett hülyeséget kell ilyen kijavítanod. Ja, és éppen ezért, hogy ha igazi férfit akarsz, akkor igazi nőnek kell lenned, és az összes több ilyen közhelyes szar. Ki az, akivel jól érezném magam? Ki az, aki buli lenne az életemben? És egyáltalán biztos, hogy kapcsolatot akarsz? Mert többek között egyébként arról szól a botrány jelenleg Amerikában, hogy a csajok, akik megtehetik, azok orba-szájba kefélnek mindenkivel. Csak a pasik közül a nagy rész az meg ilyen 40 éves szüzek vannak. Mert a top 10%-kal dug minden csaj, aztán meg ki vannak akadva, hogy azok meg nem állnak meg nekik. Hát persze, mert a top 10% az válogathat, miért állna meg nálad. És itt van az, hogy egyik sem tette fel azt a kérdést, hogy ki az, aki neki működhetne. Azóta egy jó, hogy keféljen, amennyit akar, hajrá. Csak amikor tovább és meg akarja tartani a nagy csodát,
és az nem megy neki, mert a győztes az lekoptatja. Nem kérdezte meg, hogy ki az, aki valóban működne neki, nem a győztest akarja. Nem a győztes lesz az, aki a legnagyobb hozzájárulás az életedhez. A győztes az leszarja a fejedet. Ja. Wow. Ja. És hogy mi van akkor, hogyha elkezdünk kinyitni arra, hogy igazándiból ki az, aki hozzájárulás lenne nekünk, ki az, aki a legnagyszerűbb lehetne. És hagynánk magunkat meglepni. Hagynánk magunknak meglepni, hogy jé, pont ő, pont ez működne nekem. Ja, és ne féljünk egyedül maradni. Legtöbben nem is akarnak kapcsolatot. Egyébként ezzel az attitűddel, ami neked van, az simán működnek. Hé, hey, akarsz kefélni, gyerünk. Oké, okay, köszi, ez jó volt. Remélem, még ismételünk, csá. És mész tovább a dolgodra. És akkor, de nem, hát egy úrinőnek kapcsolat kell. Biztos. És most látszólag, tehát a nagy harc egyébként, megint az amerikai videók, a konzervatívok, akiknél Susan kéne házasodni, a másik oldalról meg ez az erizdel a hajamat, egyik sem működik. Az működik, ami neked működik, amivel kérdésben vagy. És azért mondom azt, hogy nyugodtan gondolj bele abba is, hogy mi van, hogyha csak dugó cimboráid vannak, mert amíg meg nem engeded magadnak ezt a dolgot teljesen, addig mindig egy kényszer helyzetben leszel. Amikor megengedted magadnak, akkor lehet, hogy végül egy partnert választasz, de azt már nem kényszerből. Mi van, ha megengedjük a teljes palettát? És akkor nem... Ja. Hű. Csak annyit akartam még hozzáfűzni, hogy amikor mondtad, hogy majd kérdezni tudnak az emberek, hogy nagyon el akartam azt mondani, hogy igen, valahogy egy olyan jó tér van, ahol tényleg tudnak kérdezni az emberek a jelenlétedben. Mert Andinál még nem voltam, de hogy szerintem Andinál is, hogy így tényleg fel tudjátok tenni még azokat a kérdéseket is, amit eddig soha nem mertetek, mert hogy nincsen olyan, hogy ciki, vagy hogy szégyen, vagy hogy megaláznak, vagy hogy kinevetnek, vagy hogy kussoljál, meg hogy ezt nem szabad megkérdezni, hanem hogy így tényleg tök jó kérdés. Tehát, hogy minden kérdést feltehetsz, ami jön. És ez szerintem annyira, annyira klassz, hogy én is, amióta járok ilyen tanfolyamokra, ott érzem azt először, hogy nem vagyok egy nyomi, aki megkérdezek valamit, és nem úgy válaszol a facilitátor, hogy kellemetlen szituációba hoztam őt, hogy megkérdezek valamit, meg hogy majd a végén kérdezhetek, vagy és mindig ez a ez van, hanem tényleg kérdezhettek, és ez egy nagyon-nagyon új tér volt nekem, amikor először megtaláltam az access-t, hogy itt lehet tényleg kérdezni, és mindent is meg lehet beszélni őszintén, és nem az van, hogy itt takargatni kell, meg diplomatikusan kell, meg kicsit másképp fogalmaz, vagy inkább nem kérdezem meg, mert hogy majd talán rájövök, hanem hogy itt tényleg meg lehet mindent, és ez tök jó. És arról nem is beszélve, hogy ha ügyesen csináljuk, ahogy egy access facilitátor feladata, akkor a kérdés energiájával megyünk, és nem valami nagy helyességgel, és szerintem van annyi egy hurompendülés és különbség köztünk Andival, egyszerre a kettő,
mi szerintem simán keresztbe fogjuk egymást facilitálni. Úgyhogy mi is alapjai leszünk egy-egy felismerésnek kölcsönösen, mert hogy még véletlen se abból fog működni az egész, hogy most mi itt jól kiegyeztünk, hogy mi az a nézőpont, amit majd képviselnünk kell, hanem oda megyünk, azt lehet, hogy két totálisan ellenkező megközelítés jön egy-egy kérdésre, és ez teret biztosít arra, hogy megtaláld a saját válaszodat. Nem a milyenket, nem az excesszét, nem a világét, hanem hogy neked mi az, ami működik. És ez a legszebb az egészben. Jaja. Wow! Hát azt hiszem, hogy most szerdán is sikerült. Nagyon-nagyon, wow, nagyon jó volt ez a beszélgetés, vagy igazából monológod, de nagyon-nagyon jó volt tényleg. De szétröhögtem magam, legalább 15 röhögő fej van ezen a mai videón, már ezek a szövegeid, úristen, a Neander völgyi, meg a... Valahogy föl kell fokozni az egészet. Ja. Igen. András, lehet, hogy kéne vállalnod a stand-up comedy-t is. Nem úgy húzásba. Amit hozzáadhatsz még az életedhez. Ja. No, ja. Hát nagyon köszönöm. Ez az orfői tábor pedig ugye júniusban lesz. 21-től 23-ig, és nagyon szép. Igen, én csak versenyezni voltam eddig kétszer is Orfűn, de nagyon-nagyon jó kis hely, jó energiája van, meg olyan kis cuki az egész. Tényleg teres is, de cuki is, úgyhogy tök jó. Úgyhogy majd meg fogom a forgáztam ott. Igen, ja, tényleg, mert ott van ilyen orfűi, van valami orfűi, nem horgász, vagy valamilyen esemény ott. Tényleg, az ott van. Ami halászos, horgászos. Mondnánk. Simon Orfű, bár a zenei fesztivál. Simon Orfű, vagy valami ilyesmi. Igen, tényleg. Ja. Na. Ja. Úgyhogy meg fogom osztani azt is, hogy magát az eseményt itt valahol, fönt, lent, valahol. Meg hát Andrást már mondtam az elején, hogy mi a csoportja, úgyhogy aki még esetleg nem lépett be, az lépjen be. Engem pedig a Kalandor királynőbe találtok meg, hogyha megad ez oldalon az arany access bar tanfolyam, ez pattant ki tegnap, kézed így egyszer csak így jött ez, hogy úristen, wow, nem tudom, hogy mi lesz, de így nagyon erősen, tök jónak éreztem ezt, úgyhogy nézzük majd meg. Úgyhogy jó éjszakát mindenkinek, és Tali, itt, ott, amott, és reméljük, hogy Orfűn. Puszi! Ciao. Sziasztok! Igen. Azt írják, hogy Muris vagy Andris, amúgy tényleg Muris! Köszönöm. Jó éjszakát! Jó éjszakát!